Úbecse Község Sportszövetsége a Gyorgyepredin Badzsa Ifjúsági Sport és Kulturális Tevékenységek Intézményével együttműködve befejezte a sorrendben harmadik úszni nem tudó nők számára szervezett úszótanfolyamot. Egy-két hónapos ingyenes programról van szó, amit mintegy 20 résztvevő sikeresen befejezett. A tanfolyamot Diana Fehirov okleveles úszóedző vezette. Szent Tamás Sportszövetségével együttműködve úszótanfolyamot szervezünk, és mivel községünkön kívül vannak érdeklődők, akiknek nincs lehetősége úszni tanulni, mert nincsenek medencéik, így felvettük velük a kapcsolatot. Mintegy 20 nő jelentkezett az úszótanfolyamra. Heti két alkalommal tartottuk az edzéseket, amelyekre nagy lelkesedéssel és akaraterővel jártak, aminek én nagyon örültem. Eleinte az úszás alapjait sajátították el, ami úgy érzem, jól sikerült. Én elégedett vagyok, és úgy gondolom, hogy ezek a hölgyek bátran indíthatják a nyári idényt. A tanfolyamot 18 éves kortól felfelé úszni nem tudó hölgyeknek szánták, akik a két hónap alatt különféle úszási technikákat sajátítottak el. A csoportban voltak olyan hölgyek, akik valamennyire tudtak már úszni, és fent tudták tartani magukat a vízen. Azonban szerették volna tökéletesíteni az úszási technikájukat és a szabályos légzés technikát. De olyanok is voltak, akik egyáltalán nem tudtak úszni. A tanfolyam végére mindannyian megtanultuk az alapokat és az úszás alapszabályait. Mindannyiunknak sokat jelentett ez a tanfolyam. Sikerült felszabadulnunk a vízben, és legyőznünk a víztől való félelmeinket. Miután mindezt sikerült elérnünk, jól össze is barátkoztunk, és éppen most beszéltük meg, hogy már a jövő hétvégén találkozunk, és itt Úbecsén az önök fürdőhelyén jól elszórakozunk. Számomra nagyon sokat jelentett ez az úszótanfolyam, mivel én egyáltalán nem tudtam úszni. Megtanultam fenntartani magam a vízen. Tudom a mellúszást, és valamennyire megtanultam háton is úszni. De ami a fontos, hogy egyedül át tudom úszni a nagy medencét. Az edzések kitűnőek voltak. Hálásan köszönjük Diannának a türelmét és a munkáját. Le a kalappal. Tényleg nagyon jó volt. A résztvevők köszönő leveleket és érmeket kaptak, szem előtt tartva, hogy a tanfolyam iránti érdeklődés évről évre egyre nagyobb, a szervezők elmondták, hogy jövőre is folytatják ezt a gyakorlatot, és az sem kizárt, hogy az elkövetkezőkben ezt a tanfolyamot évente kétszer fogják megszervezni. Az Úbecsei Vodokanál közvállalat értesíti fogyasztóit, hogy kedden július 6-án a vízhálózaton végzendő karbantartási munkálatok miatt 8-tól 14 óráig szünetel a vízszolgáltatás Úbecsén az első helyi közösségben, valamint a Szvetozár Márkovics utcában.